Szervusztok, srácok! Most fogjuk kipróbálni a Lies of P-t, ami végre most már mindenki számára elérhető. Nem csak azok számára, akik a nagyobb verziót vették meg, hogy korábban játszhassanak a játékkal, azaz pontosabban előteszteljék nekünk, hogy minden szuperül működik, és amúgy úgy néz ki, hogy szuperül működik. Hát ezt a játékot még a 2022-es Gamescomon mutatták meg, hogy így milyen lesz, és azóta figyelemmel kísérem, hogy milyen volt a demója is, néztem róla videókat, streameket, és amúgy nagyon tetszetős a gameplay, főleg azért, mert az egyik kedvenc játékomra emlékeztet, a Bloodborne-ra. És tudjátok, hogy mennyire szeretem a Souls game-eket, független attól, hogy most mennyit játszottam, vagy éppen mennyit játszottam végig. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a game. Pinocchio kalandjai egy kis sötét fantasy univerzumba bele nyomva, nagyjából ilyennek kell elképzelni. Geppetto mester bábja leszek, és van egy ilyen lying system, ilyen döntéshozatalos rendszer, ami az befolyásolja, hogy a három ending közül melyiket fogjuk majd kapni. Krátvárosát kell majd bejárnunk, Pinocchioval és biomechanikus ellenségek ellen kell küzdenünk. Hát a harcrendszer az olyan, mint a Souls-okban. Dodzsolgatni kell, lehet blokkolni, gondolom parryzni is akkor. Van mechanikus karunk, amivel lehet grappling hookot használni, vagy éppen lángszórót. Nagyjából 30 fegyver van a játékban, és 100 különféle fegyver kombó. Az alapjáték 60 euró, de a Game Pass-ben ez is benne van, úgyhogy már nyomhatjátok is akár, és a nem Game Pass-eseknek megmondom, hogy PS-en, Xbox-on, PC-n, illetve Mac-en is játszható a játék. És így van, van magyarítás is hozzá, ez a DeepL-es magyarítás, szóval, hogy nincs alapból magyar nyelv a játékban, nem húsvéremben csinálta a magyarítást, hanem DeepL szoftverrel oldották meg, úgyhogy ha valamelyik játékhoz nincsen magyar nyelv hivatalosan a játékhoz, és így az első pár napban már van, akkor ez több mint valószínű, hogy ilyen AI-os DeepL-es magyarítás, úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni, hogy most milyen. Azt még meg akarom nektek mutatni, hogy fullscreen-en játszunk, maximális képernyő, és minden a legjobb beállításon van. Nincsen se Fidelity FX, se DLSS, se semmi ilyesmi. Úgyhogy, hát meg is nézzük, hogy milyen. Amit én észrevettem, hogy ez a játék gyakorlatilag lehet, hogy nem így van, de így, amit így leszűrtem azok alapján, amit így láttam a játékmenetből, ez egy Bloodborne a PC-seknek. Lát. Éppen párosodik a kontroller, azt hiszem, vagy most mi van? De most már összepárosodott a kontrollerrel, mármint hogy a gépem a kontrollerrel, úgyhogy most már jó lesz. Új játék. Az Ergo egy csodás erejükő, amely csak Kratban található. Carlo Collodi. Ő írta a Pinocchio kalandjait. Hallasz engem? Geppetto's puppet. Geppetto bábja, szükségünk van a segítségedre. Ó, és akkor az leszek én.
Á, itt vagy, már mindenhol kerestelek. Kölcsönhatás, azt mondja. Vizsgálja meg a... Az ikrek hamarosan újraindulnak. Látom, az ikreken is, ikreket is elkapták. Sofiának hívnak. Kérlek, gyere a Hotel Krátban, és elmondom, mi történik itt most. Gemini, kérlek, kísérd el a szállodába. Monád lámpája. Használja az övet. Alsó öv, felső öv. Felszerelhetsz tárgyakat és gesztusokat az övön, hogy használasd őket. Igen. Felszerelni a tárgyakat és a... Igen, oké. Okay. Ne félj akkor sem, ha eltévedsz a ködben, a tücsök kalauz veled lesz. Ezzel meg valamit a fegyveren lehetne csinálni. Ez meg a felső az éppen semmi, csak arra mozdulok, hogy lássátok, hogy mi van ott bal alul. Igen, vannak gépi fordítások. Azok hát ilyenek. Keresnünk kell valamit, ami segít rajtunk. Az utcák nem biztonságosak. És így használnunk kell az egyik fegyvert. Az úton hasznos lesz. A tücsök útja, a fattyú útja, a söprögető útja. Balance, Dex és Strength. Természetesen a söprögető útja, az kell nekünk. Kisfiú hatalmas pallossal. Ja, ott van. Sok HP, igen. Őrség visszaszerzés. Jaj, nagyon jó. Aha, ott már jobb fölül már így írja is nekünk, hogy milyen gombok vannak. Fegyverváltás. Hát ugye most nem tudunk fegyvert váltani. Hú, ez mit csinál? Ha nem lenne mechanikus karunk, akkor ezt biztos nem tudtuk volna kinyitni. Aha, ez a dodge. Kell majd egy videó, vagy valami kis rövid leírás, hogy miért olvasok fel dolgokat a képernyőn. Zár be, zár ki. Mármint, hogy targetlok, ugye? Jó, és akkor mivel támadunk? Aha. Gombbal, van light attack, ahogy látom. Meg fel lehet charge-olni is. Aha. Ez meg ugye balkaros támadás, az még nem tudjuk, hogy mire lesz jó. Meg van védekezés is. Na gyere! Speciális támadás. Az gond. Az jó volt. Hát a felcsárcsolása a dolgoknak az, hát... Ki
Itt az emberi erőfeszítések leglátványosabb megnyilvánulásának lehet szemtanúja a Földön. A kráta a végső úti célja, a biztonságos és sikeres tartózkodást kívánunk. Fűrész, fogas, kerék. Hát ez mi lehet? Egy fogaskerék, amely gyakori látványosság a Kratban, el lehet dobni, hogy felhívja az ellenség figyelmét, még az értéktelen tárgyak is hasznosabb válhatnak, ha összegyűjtöd őket. Megnövekedett az impózus cella. Szóval ez ilyen HP helyreállító, az impózus cella. Az impózus cellák legfeljebb hányszor használhatók? Kösz. Igen. Amikor eléri a maxot, akkor lemerül. Ha ellenséget támadsz, miközben a cella lemerült, a pulse cell fokozatosan töltődik. Ó, értem. Nyugodtan, hát szabad kérdezni, Kes bácsi. Nincs ezzel gond. Ott egy enemy. Hát ő olyan boss jellegűnek tűnik. Az ott egy enemy. Szia. Hátsó kitérő. Ja, ott jelzi a durability-ét a fegyvernek, jobb alul. Neked szívás volt ez az estéres build, Rizsi? Dim Ergo töredék. Szia. Itt nem lehet bemenni, mert megráz a gomb. És itt se lehet bemenni, mert itt meg le van lokkolva. Krát Grand Exhibition. Hát így ilyen gyorsan nem tudom elolvasni. Legyen tanulja a világ legnagyobb sójának, tapasztalad meg a világ jövőjét. Gondolom ez itt most nem lehet tovább menni. Pályaudvar egyik alkalmazottjánál vannak a pályaudvar kulcsai. Védekezés. Az ellenséges támadásokat védekezéssel háríthatod, ha az őrzés sikeres, a karaktered csökkentett sebzést kap, de az állóképességet fogyaszt. Guard Regain. Szóval, hogy itt van ilyen HP visszaszerzési lehetőség, szóval, hogyha gárdolod a nyomod a blokkot, ha blokkolod a támadást, akkor ugyanúgy sebződsz, viszont azt, amit lesebződtél, azt a sebzés mennyiséget vissza tudod tölteni, amíg támadsz. Szóval úgy, mint a Bloodborne-ba. Szóval, hogyha lesebeznek, akkor vissza tudod tölteni. Tök jó. Ha egy gárd közvetlenül az ütés előtt sikerül, akkor az egy tökéletes őrzést vált ki, szóval, hogyha jókor nyomod a blokkot, akkor perizhetsz is, és akkor nem kapunk sebzést, csak az állóképességünk fogy, és ezzel el lehet törni az ellenségnek a fegyverét. Illetve lehet staggerölni is. Jó. Ott van valaki fönt, és ott van valaki jobb oldalt is. Switch me on and gently mobilize away.
Hát próbáltam volna párizni. Súnyi mindenedet. Na, gyere. Hát én annyit látok, hogy most nagyon fogyott a HP-m. Fiből katalizátor. Termit. Az helyzet, hogy kell egy kis heal. És kb olyan nehéz pontosan eltalálni, mint a Sekiroba. Aha, itt lehet backstabálni. Ott a haverunk. Fűrész, fogas, kerék. Na nézzük. Az utas megjegyzése. Ha valaki megtalálja ezt az üzenetet, hagyja el az állomást és fusson. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a várótermet. Láttam, hogy egy hatalmas bábú halálra zúzza az embereket odabent. Bezártam az ajtót, de nem tudom, hogy ez működni fog-e. Legalább meg kellene akadályoznia, hogy az emberek véletlenszerűen bejöjjenek. Hamarosan meg fogok halni, ezért szeretnék segíteni neked, még ha nem is sokat. Kérem, élje túl bárki. Lehet dash-elni. Száguldás. Aha. Szóval lehet ugrani. Hát a dashről arról lemaradtam, hogy azt hogy kell csinálni. Ismét egy játék, ami tetszetős, de tudni nem tudok vele játszani. Jújjúj, menj már innen. Hát fish, ez nem neked való. Souls game. Stop, azt mutatják ott. Stop. Dream Ergo töredék. Igen, ezt csak nézni szeretem, ahogy nyomjátok, de én full béne vagyok. Én is. Az egész scrapban vannak olyan ajtók és létrák, amelyek eszközökkel vannak lezárva. Ezeket az ajtókat kinyithatod, vagy lemehetsz a létrákon, hogy rövidebb utakat hoz létre, tehát shortcut. Na itt a spanunk. Bosszos. Jaj. Az komoly.
ezt a gólható támadás közben egy fehér körvonal jelenik meg az ellenség HP sávja körül, amikor ez megtörténik, az ellenséget egy töltés támadással vagy egy Fable Art segítségével megtántoríthatod. Halálás támadás, szembenézni egy megtántorodott ellenséggel. Ott is van. Grand Central Station főbejárat kulcs, meg még valamit kaptunk. Hoppá. Hoppá. Most látom, hogy valami Y-t is lehetett volna nyomni itt támadáshoz. Meg LBY-t. Hoppá. Jó. Ez boss volt amúgy? Ez ilyen kis mini boss volt, vagy elit volt, nem? Mini bossa. Welcome to Krat. Esős éjszaka. Stargazer javítás. Stargazer activated, tehát akkor bonfire. Használja a csillaglesőt a HP és az állóképesség teljes helyreállításához, valamint az impulzus szellák töltéséhez. Halál esetén ezen a ponton életsz újra, ne feledd, hogy ez a folyamat az ellenségeket is feléleszti, nem csak a karakteredet. Ja. Ezt hívják csillaglesőnek, egy csodálatos eszköz, amit a stalkerek használtak a múltban. Figyelem, a bábok küszöbértéke meghaladja a veszélyességi becsléseket. Kérjük, csökkentse a bábok számát, vagy állítsa vissza a veszély paramétereit. Így, ahogy vagyunk, nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy legyőzzük a bábukat, de ha egy pillanatra kölcsön adom az erőmet ennek a csillaglesőnek. Gyűjts ergót, okos. Ez a csillagleső erősebbé tesz téged, de az ereje nem tart örökké, ezért óvatosan bánj vele. Siess és gyere a Hotel Kratba. Szintlépés. Aha, itt vannak fegyver szkélelések. Szkélel a motivációból. A motiváció mit csinál még? Hát így, ja, látom. Az a motiváció, az növeli a támadást, igazából ennyi. És technika, az is növeli a támadást, meg az ellenállást is. Aha. Így első nem tudom megmondani, mi a különbség mondjuk a motiválás és a technika között. Annyi, hogy ebből nem szkélelünk annyira. Igen. Ebből meg igen. Ja, látom. A légiós kar is ugye szkélel a technikából, hát akkor mehet a motiváció. A vigor pedig az állóképességet növeli. De mi lehet az állóképesség? A vitalitás egyértelműen a max HP-nk. Őrség visszaszerzése. Kétszer tudunk szintet lépni most. Előre. Mi lehet az előre? Ez valami... valami. Ez valami lesz. Jó van. Hát akkor motiváció és vitalitás. A kapacitás meg... Igen. Az pedig az, hogy mennyi cuccot tudunk vinni. Szint felfelé, mert a szint felfelé. Én azt mondom nektek. Anyag. Igen. Ergót használunk. És akkor ez azt jelenti, ott jobb fölül, hogy
12-es láttam. Na jaj, de be lehet tenni cuccokat. Jó, meg vagyunk. Onnan jöttünk. Itt egy barátságos ellenfél. Kapta. Ott van még egy barátságos ellenfél. Kisgugya. Kisgugya nem szabad. Az komoly. Elég gyorsan megy itt a szintlépés. Még a tutoriált se nyomtad le, de már 12-es szintű vagy. Ja, ezekben így szokott lenni. Az előre elosztott pontok miatt. Ugye a presetek miatt, hogy milyen digedál kezdek, ez ugye az azért van. Ő észrevett vajon minket? Ő most ide jön? Aha, most ketten jönnek. Na gyere! Ott volt valami. Lehetett volna backstabálni? Gyere, támadj meg! Lehet ilyeneket csinálni, hogyha nem figyelnek. Ezt már szeretem. Ott van egy barátos lény. Próbálunk csendben, csak halkan. Összelútott. Na, szépen vagyunk. Hát ugye erre nem lehet menni. Kávéház. Reszeljünk egyet a fegyveren, ki tudja. Ott van két enemy is. Ha te béna vagy, akkor én soha nem látott... Akkor én a soha nem látott még ilyen gamer kategória. Hát én nem vagyok ügyes. És... Én nem vagyok ügyes. Ő észrevett minket, szia! Nem tudom, amúgy nyomunk egy hírt. Amúgy nem töltött fel minket maxra. Ott még kéne jobbra mennünk. Kopog az ajtón, pont mint a Bloodborne-osban. Hát ez 650 nyomunk. Hatalmas Bloodborne kópiákat érzek itt. Az kb. A HP-t felé tölti alapból. Hát eddig, amikor elnyomtam, akkor mindig maxot töltött, úgyhogy valószínűleg nem ment le annyira a HP-m eddig. Aha. Ez itt majd egy shortcut lesz. Majd. Egyszer. Majd. Szia, Pinguzsó! Jújjúj! Gizsgugya! Gizsgugya! Van még Gizsgugya? És ha itt ezt mondjuk széttöröm? Aha, értem.
És hogyha mondjuk arra elmegyek... Jó. Volt valami quick save-ünk. Ó, itt nagyon nagy... A pánik okozója bármi, amit biztonságosan megismétlem. Ne! Igen, itt valami sunyiság lesz. Jó, hát ez itt az útnak a vége. A legutóbbi öröngés úgy vélik pillanatnyi hiba. Aha, ez a shortcut fele van. Aha, azt nézzétek. A csumi. Dühös támadás. Néhány ellenség vörössé válik, és egy erős támadást használ, amit Fury attacknak hívnak. A Fury támadások elől nem tudsz kitérni, vagy védekezni, de tökéletes védekezéssel kivédheted őket. Hát akkor mégis ki lehet védeni. Fable Art. Enge használat mesebeli művészetek. Gárd közben Handel Fable Art. Aha. A fegyvereknek különálló pengéje és markolatai vannak, amelyek mindegyikének saját Fable Artja van. A Fable Art a Fable slotokat használja, és a különböző Fable Artsok különböző számú slotokat használnak. Töltsd fel a Fable slotokat az ellenség fegyverekkel való támadásával. Aha. Mi? Halálos támadás. Mi? Lemaradtam. Így kiír túltippeket a játék, de nem lemaradok itt a dolgokról. Ja, amúgy azt tudom, hogy Y-t kellett volna nyomni, de hogy melyik... Tehát, hogy ha Y nyomok, mit csinálunk, és hogyha nyomok LBY-t, akkor mit csinálok, az így nincsen tisztázva. Na, itt kéne megnézni? Értem. Kapcsoló kijelző. Ja, látom, ott van. Penge. Aha, szóval ez a penge támadás. Penge Fable Art. És van Fable Artja a markolatnak is. Na nézzük. Egy katonabábú fegyverének átalakításával készült nagy kart penge, még bajonetként használva is, egyedi hajlítása miatt nem zavarja a tüzelést. Az életveszélyes helyzeteket túlélő leselkedők meglátják a zsákmány szálait. Ezek a szálak a megszállottság ragadós pókhálói, amelyekről azt mondják, hogy annál tisztábbak, minél erősebb a bábú. A sors nagykardjának foggantyúja. A műhely által készített szabályos nagykard markolat robosztus, mivel a Krat műhely különleges technikáival készült. A műhely összegyűjtötte a szörny söprőket, hogy szembenézzenek a példátlan valóság, válsággal. Így nevük közben méltóan felfalták a szörnyeket, és maguk is szörnyekké váltak. Tehát ugye itt arra kéne elmenni. De előtte mi van, hogyha itt megnézzük, hogy itt ez micsoda? Hotel Krat. A célállomás megfigyelésének optimális helye. Akkor gondolom az ott a Hotel Krat. Na, szia! A szemétje! Az ott egy fejetlen. Na.
Ő jön amúgy utánunk? Nem lát. Jó. Asúnyi mindenit. Gizsgugya? Gizsgugya? Egy gizsgugya vagy két gizsgugya? Egy. Jó. Hívja a havert. Jó, a haverokat. Gyere, támadj! Gyere, támadj te is. Nem jó? Ez Perinek tűnt. Destroy an enemy weapon with a perfect guard. Wow. Sikerült, azt hiszem sikerült. Ja, lehetett volna ugrásból csapkodni, csak hát... arról lemaradtunk, arról lekéstünk. Ez itt ilyen shortcut? Nem, ez még nem a shortcut. Ez csak a loot, amit láttunk. Venigigni sürgős javítás eszköze. Tényleg, ha már javítás, akkor javítunk. Hello, ellenség. Hello. Jó, hát... akkor hílelünk. Na, szevasztok. Hát sajnálom, hogy el kellett nyomni egy hílt. Gyere. Hát ez nem volt perfekt. Ez se volt perfekt. Az a helyzet, hogy itt ezt be kéne gyakorolni. Jó, csak egy kutyus van itt. Fiből a katalizátor. Az ott a shortcut lehet. Na, hello. Így van, a shortcutunk. Jó, jó. Egy hatalmas parád és bábú állja el a bejáratot. És ez az egyetlen bejárat. Ezért kérem, légy óvatos. Aktiváljuk és le is ülünk a Bonfire-hoz. Szia, Sian! Lehetne kérni HP-t, és ahogy látom, még tudunk tenni a motivációra is. Így van, szintlépés. Sziasztok! Üdvözöllek, Kradba látogató! Nem hittem, hogy maradtak stalkerek, akik harcolni tudtak volna a bábuk ellen. Nem hallottad? Gondolom, az egész szervezet szétesett. Már csak a vanavik és az amatőrök maradtak, akik azt hiszik, hogy egyedül is tudnak harcolni. Venned kellene valamit, amíg a fesztiválon vagy. Nem hagyatkozhatsz csak magadra. Itt kint egyedül, jó jönne egy kis segítség. Egy fesztivál ajándék van a számodra. Most pedig szerezd magadnak valami hasznosat! Hello, magyar nyelv csak PS-en van? Vagy Xboxon is? Magyar nyelv nincs alapból a játékban. Ha magyarítani szeretnéd, akkor PC-n van rá lehetőség. Nagy teljesítményű akkumulátor, amelyet el lehet dobni.
elektromos villámsebzés a becsapódás helyén. A bábjátékos őrület után az emberek kétségbeesésükben elkezdtek ellenállási fegyvereket készíteni, számos dobható fegyvert gyártottak, és ezek kiváló eredményeket mutattak a menetelő ellenséggel szemben. A bábú képességének kiegészítésére készült a Fable katalizátor gyorsan feltölti a Fable-t. A katalizátor hatékonyabbá tette a bábokat azáltal, hogy az ergoenergiát keringette a testükben. Ez az útörő találmány egy alkimista ötletén alapul. Elektromos blitz csiszolóanyag. Speciális csiszolóanyag, amelyet elektromos blitz fémporok keverésével állítanak elő. Átmenetileg átített egy fegyvert elektromos villámmal. A bölcs stalkerek felkészültek arra, hogy bármilyen változóval szembenézzenek, ami a csatába felmerül. A csiszolóanyagok egy másik olyan fegyver, amely megfordíthatja a helyzetet a folyamatosan változó csatatéren. És akkor itt lehetne egy másik pengét szerezni, gondolom ezek a... Így van, srácok, ezek, hogyha esetleg nem tetszik a fegyver, amit választottatok alapból, akkor itt az első vendornál meg lehet venni a többiekét is. Szevasz, Anubis, bizony, magyarul nyomjuk. Na hát ez az elektromos csiszolóanyag, ez tetszik, úgyhogy veszünk egy ilyet. Jó. A monád lámpa. Egy kis lámpa benne egy tücsök vezető bábúval. Halvány fénnyel világítja meg a sötétséget. Ne félj akkor sem, ha eltévedsz a ködben. A tücsök kalauz veled lesz. Oké, felszerelés. Utolsó mencsvár. Szóval figyelmeztettek arra, hogy boss van. Bemutatjuk a parádébábot. Itt egy fantasztikus bábú jelenik meg, amely feldobja a felvonulást. A bemutatása, parádémester, egy figyelemről méltó parádés bábmodell a műhelyből, a nagy kiállítás alkalmából. Üdvözlöm Önöket, én vagyok a felvonulás vezetője. Szeretek énekelni és menetelni az emberekkel. A parádémester a következő funkciókkal rendelkezik. 16 vidám dal, vidám nevetés és 54 parádés mondat. Parádés táncok a gyerekek örömére. Az erő, hogy 6 ember cipeljen a vállán. Ez a parádémester a nagy kiállítás emlékére készült. Nézze meg varázsát a közelgő kiállítás előestéjén. Parádémester, te lennél a boss? Ha ez az első boss, akkor csak mondom, hogy krapával fogadtunk, hogy kiöli meg kevesebb halál alatt a boss, és 5 subgift annak, aki kevesebb halálból öli meg. Az komoly.
Kaptuk. Kaptuk. Ha meghalsz egy főnöki csatában, a főnöki terület bejáratánál létrejön a Death Ergo. Ja, kapta szépen. Passos. Ez jó volt. Jó volt. Hát ez lekövetett. Ja. Hát ez rosszabb volt. Ez rosszabb volt, mint az első. Van. Piros X van rajta. De hogy most, ja, hogy az már vége is.
Az komoly. Hát, ez nem lett meg három try alatt. A lock-on az végül is micsoda? Mit jelent az, hogy lock-on? Hát az, hogy a kamera... azt mutatja, ki a célpontod. Basszus. Elnyomtam, hogy kijött. Aha, tehát akkor nem lehet oldalra. Itt hátra kell párizni. Mert még minden párizhető, persze tudom, könnyű dumálni. Ja, nyomtunk is amúgy párit. Tehát, hogy volt is pári. Ugye akkor nem sebződünk. Csak hát a bosszoknak nyilván nem lehet eltörni a fegyverét, gondolom én. Szevasz, csószi, milyen a game? Hát, ez még csak a tutorial boss. Amúgy... mint egy Bloodborne. Basszus, elnyomtam véletlenül egy hiat. Francba.
Működik bosszok ellen is, pont ez a poén a Málnikában, igen? Pillanat. Na. Elnyomogattam itt a kontroll hátulján a gombokat. Na, parádi mester. Mehet újra. Támadj meg. Komoly. Na, hát meg lett a parádi mester. Még ezen úgy... Még úgy nyomlám ezt a boss fightot. Jaj. Köszi. Én tegnap pörgettem, őszintén én béna vagyok a Souls gémekben, de ez kifejezetten tetszik. Hát ez olyan, mint a... Nem tudom, nekem ez eddig olyan, mint a... Izé... Bloodborne. Entry volt, kinyert krapa vagy te? Krapa. Nem tudom amúgy. Ilyen 6 vagy 7, nem tudom. Próbáltam erre a perfect Perry-re rámenni, de általában inkább több sebzést nyeltem be, mint amennyit visszaszerezhettem volna a sima blokkal. Bábú, nem tud belépni. Energia kimerült. Depleted. A legnagyobb luxus, amit valaha is
megtapasztalat kinyeztesse magát egy felejtetetlen nappal. Még egy dolgot meg kell említenem. A szálloda biztonsági szolgálata kizárja az olyan bábokat, mint te. Szóval hazudni kell, hogy bejussunk. Na, akkor itt már jön is a lying system. És vajon ennek a Pinocchio-nak milyen ő meg? Megjegyeljük a nagy szövetség szentélyében. Bizonyítsa személyazonosságát. Ki vagy te? Azt mondjuk, hogy Puppet. A bábok állandó probléma forrást jelentenek. A szálloda megtiltja a külső bábokat. Kérjük, hagyja el a helységet. Na, hát ugye most így nem engednek bám. Szóval muszáj hazudni, hogy bejussunk. Aha. Jó. Az óra. Megnézzük, hogy valahogy máshogy be lehet-e jutni. Tehát ha B nyomjuk, akkor tudunk futni. Hát, látszólag nincs itt más bejárat. Úgyhogy ez ilyen muszáj hazudni dolog lesz. Mit gondoltak? Szerintetek muszáj itt hazudni? A holdkő nem ebből a világból származott, azonban ez volt a legoptimálisabb javítóanyag. Akkor... ember. Nagy szövetség negyedik törvénye. Egy bábú nem hazudhat. Üdvözöljük a Hotel Kádban. A rugók reagálnak. Nem hiszem, hogy állandóan elfelejtem megújítani a fenért, nem automatikus. Köszi szépen, Sien. Köszi szépen a 6 hónapot, azaz a fél évet, és köszi, hogy a Prime-adat te is sem használtad el. Valamint, szia Létó, köszi szépen a 21 hónap töretlen támogatást. Köszi. Mizus Létó. Hát akkor megtörtént az első hazudás. Peregjenek a szvegek úgy. Szóval nem minden minden perizhető? Minden blokkolható, nem? A Lies of P. Nem Truth of P a neve? Hát... muszáj mindig hazudni. Tudja, hogy ez először kötelező, de amúgy nem kell. Csak tipre a piros támadásokat, nem? Uh-huh. De a pirosat is lehet, hogyha tökéletes időben nyomjuk, nem? A pirosat azt lehet perizni. Mindent lehet perizni, de nem mindent lehet blokkolni. Aha. Ja, hát... francba. Lehet új save file-on ide elfutni? Mert nem próbáltam meg a pirost párizni, sajna. Kivittük a játékot. Itt a stáblista.
Köszi szépen, srácok, a pergetés ilyennek. Köszi szépen a hadszveget. Kezdődik előre. Ez már New Game Plus lesz. Ó! Nyomod Leto, nyomod a melót. Szóval itt van a Chelsea. Ó, a Rucia. Tetszik ez a setting. Annyira örülök, hogy látlak. Sofia vagyok. Már vártam rád. Átkutattam egész Krát városát, hogy megtaláljalak. Biztosan vannak kérdéseid. Geppettónak lesznek válaszaid. Előbb meg kell találnunk őt. Utoljára az Edison bulváron látták, egész Krát veszélyes az emberekre, és ez a környék az egyik leghiesztőbb. Geppettót a... igen? Jó, hát ez már volt. Majd elmagyarázom, ha megtaláltad. A birtokodba levő Ergo segítségével léphetsz szintet Sofián keresztül. A szintlépésekkor növelheted a statisztikádat. Tehát akkor Bonfire-nél meg itt is lehet szintet lépni. Szevasz, Drézi. Hanyadik try lett az első boss? Hát ilyen 6-7-8, nem tudom. De jóval több, mint 3. Csak nála? Na várjál, akkor ez Ergo, a másik az... mi? Most akkor nem vágom. Akkor miből léptem szintet a... izé, Bonfire-nél? Stay alone. Az első Bonfire-nél csak azért tudtál, mert segített. Ja. Nézd meg az ikreket. Szerintem sokkot kapott. Na, az ikrek rendben vannak. Amint ugye Gemini. Ez a bizonyíték arra, hogy megtörtél. Az igazi Gemini nem olyan nyugodt. Nem vagyok feltaláló, de talán meg tudom javítani. Vagy talán időben rendbe hozza magát. Várj, fogd ezt a zsebórát. Krat most a veszélyek labirintusa. Ez az óra biztonságos helyre irányítja önt. Téged. Légy óvatos. Clever one. Akkor vannak az SM vanok, és vannak a clever vanok. Én a clever vanok közé tartozom. Then touch the darkness within me. Take nourishment, bla bla. A hatalmat arra fogom használni, hogy segítsek neked, mármint a hatalmamat. Mesélj az Ergóról. Sikora Robert, igen. Ergo nélkül nem lennénk nem lennének automatizált bábok, amelyek gazdaggá tennék Kratot. Amikor mozogsz, az Ergo benned rejlő erejét használod ki. Gyűjtsön több Ergót, ez erősebbé tesz. Szemtelen összetek össze mindent a Souls játékokból, de legalább jól csinálták és adtak hozzá bőven egyedi dolgokat. Nekem így a stílus miatt nekem ilyen nagyon ilyen Bloodborne feeling. A Krat népanyományban a tücsök gyakran szolgál utikalózként, ezért váltak népszerűvé ezek az automatizált modellek. De a Gemini egyedülálló. Ő több, mint egy egyszerű idegenvezető. Ahogy jobban megismerkedsz a Geminivel, látni fogod, hogy mire gondolok.
Jó, ennyi. Ez ilyen sanctuary jellegű lesz, szerintem. Ja. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Geppettótól hallottam róla, de wow. Személyesen látni téged? Wow! Ezt fel kéne venned. Geppetto hagyta nálam. Ó, igen, a grappling hook. A Legion Arm egy speciális felszerelés, amely a bal karra van felszerelve. Minden légiós karnak saját harci képessége van. A Legion Arm mindenféle formára módosítható. A módosításokat a Venigi Craft Machine segítségével lehet elvégezni. Már csak a hangja is. Ez a kézművesség csak Geppetto kezéből származhat. Ez egy egyedi kar. De biztos valami más vagy, amit maga Geppetto készített, nem semmi kiegészítő. Mármint a kar. Elfelejtettem bemutatkozni. Eugenie vagyok, a műhely unióból. Mindenféle fegyver ezértek. Biztos vagyok benne, hogy Geppetto mester egyet értene. Eugenie. Ha valamelyik fegyvereteknek javításra van szükség, hozzátok el hozzám. Tudom, hogy hogy kell bánni a fegyverre. Akarja, hogy megnézek valamit? Ha van holdköved, akkor Eugenie segített neked fejleszteni a fegyvered pengéjét. A fegyver támadó ereje megnő, ha fejleszti a pengét. Egyes pengéknek csak speciális holdkövvel lehet őket fejleszteni. Ez a játék túlszárnyalja azt, amit vártam tőle. Komolyan? Na, kéne még ergo, és akkor lehetne fejleszteni a fegyvert. A fogantyú megváltoztatása. Eugenie Cranks, hozhatod a fegyverek mark... Hozhatod? Amint, hogy... Mi? Szóval, hogy Eugenie-nél lehet a fegyverek markolatát módosítani. Minden fogantyú tulajdonsága a karaktered alapértelmezett képességé alapján fejleszthető. Ezt a tulajdonságot és a fokozatot egy alkalommal módosíthatod a fogantyú módosításával. Hát egyszer lehet fogantyút módosítani, hogyha jól értem. Kiegyensúlyozott fogantyúval bármikor vissza lehet, le lehet szedni, gondolom. Hát nincsenek fogantyúink, úgyhogy ezen nem fogunk változtatni. Szóval ott van. Fogantyú módosító anyag, motivitás, kurbli, technikai kurbli, advanced crank és visszaállítás. Jó. A Stargazerről mesélj, Eugenie. A Stargazer is a survival device used by the stalkers. A levegőben lévő ergospórák felhalmozásával és elnyelésével táplálja magát. A stalkerek az egész városba csillagvizsgálókat telepítettek. Amint feltelepültek, felhasználhatjuk őket. Ha szeretnék kipróbálni a képességeit, vagy új technikákat szeretne kipróbálni, irány a kert. A stalkerek elfogtak egy bábút, hogy kiképzésre használják. Elnéz így rám, mindenki událja a bábokat. Tudom, kinek az oldalán állsz. Jó. Jó, akkor ennyi. Eugenie. Nagyon tetszik ez a név. Mondjuk a Eugene se rossz. Jó, lehet macskát simogatni. Mármint, hogy majdnem lehet macskát simogatni. Szóval Game of the Year. Ezt a helyet a szabályok szerint rendeztem be, úgyhogy ne nyúj semmihez, Eugenie. Szóval itt a kert. Eugenie. Nagyon tetszik. Nevezetességi úti kalauz. Na basszus, erről lemaradtunk. Hoppá! An
Váratlan vendégeket szívesen látunk, nem ragaszkodunk a foglaláshoz. Antónia vagyok, és ez az én szállodám. Üdvözlöm önöket. Ó, már a találkozásunk pillanatában tudtam, hogy te Geppetto bábja vagy. Lehet, hogy van néhány laza csavarja. De Geppetto képességei nem csökkentek. Kár értem. Elindult az Alison Boulevard felé, és soha többé nem tért vissza. Ha nem kerül elő hamarosan, új koporsót kell készítenünk. Ó, elfelejtettem, hogy ezt neki tartottam. Neki tartogattam. Hosszú történettel jár, de szerintem jobb, ha veled van. Kérem, találja meg azt az öreg embert. És vigyázz magadra odakint. Valaki emlékezete és ruhák mutogatása. Nem fura, hogy nincs árnyék? Van, amúgy. Van árnyék, csak... Nézd csak. Azt nem tudom, hogy mikor erősebb. De hogy van amúgy. Például most látszódik. De ha ide jövünk, akkor itt meg nincs. Ja, hát olyan fura. Na, most például egyáltalán nincs. De biztos azért, mert ja, a fényeket, szerintem a fényeket furán kezelik. Ugye itt most az öreg asszonytól jön a fény. Ja. Ó, igen. Zongorázon, kezdj el a fellépést. Jó, tehát a macskát is lehet simogatni, meg zongorázni is lehet. A sötétben neked sincs árnyékod, de neked egyébként sincs árnyékod, Gabcsi. Még lehet valamit? Az embereknek fogalmuk sincs arról, mennyi titok van eltemetve Kradban. Köszönöm, hogy elkísértél. Mire vagy kíváncsi? A hazugságról. Látom, hogy itt vagy. Ez azt jelenti, hogy hazudhatsz. A hazugságod ritka képesség. Képesek vagytok megválasztani a saját utatokat. Semmihez se vagy kötve. A kinti emberek még mindig félnek a báboktól. Hazudj, hogy megvéd magad és megtaláld az utadat. Geppetto régi barátja vagyok. Na fia olyan nekem, mint a családom. Érezze magát otthon. Itt a szállodában mindig szívesen látjuk. Ha bármi kérdésed van, kérdezz az innasomat, Paul Edinát. A pengét szerintem én még nem is láttam. Jó. Paul Edina. Nézem, hogy hát ha valami... Na, tessék, megint egy akadás. Aha, itt vissza lehet jönni. Vele meg még nem is beszéltünk. Ó, a Paul Edina. Paul Edina. Lady Antonia, komornyikja vagyok. Ki nem tudassa velem, hogy miben lehetek a szolgálatára. A Hotel Kratban a kényelem és a nyugalom kéz a kézben jár. Üdvözöljük a hotelban. Miben lehetek a szolgálatára? A nagy paktumról mesél. A nagy szövetség a bábokra lenyomott abszolút parancsok összességem, amikor elkészülnek. Első törvény, minden bábonak engedelmeskednie kell a teremtője parancsainak. Második törvény, egy bábú nem ártat az embereknek. Egy bábú megvédi a szolgáját és szolgálja az embereket és Krát városát. Negyedik törvény. Egy bábú nem hazudhat. Már beszéltem nektek a minden bábúra bevésett törvényekről. Szükség van valamire? Mi jó? Fable katalizátor, Legion magazin és fűrészfogaskerék. Ilyeneket lehet tőle venni. Hát akkor ennyi.
teleportál egy másik csillaglesőhöz. Kapcsoló légiókar. Ó! Egy légiós kar, amely képes kioldani egy vezetéket. Aha. Az ellenség körét lehet fűzni, hogy magad felé húzd, vagy hogy téged mozdítson el felé. Aha, és akkor ezt lehet fejleszteni, jól látom? És akkor tud trészelni, dodzsolni és támadást linkelni. Gondolom, ezek ilyen fejlesztések. Egyik Stargazerről a másikra átvihető. Gondolom, hogy utazhatunk. Csak azok között lehet utazni, amiket már aktiváltunk. Jó. Itt még körül tudunk nézni, úgyhogy még nem ugrok sehova. Zárva. Így csak le tudunk ugrani. Szükséged van Rosa Isabella Street bejárat kulcsára. Szállodában a Polendina áruházából vásárolhat. Oké. Hoppá. Harrison Boulevard bejárat. Felhős reggel. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit. Fekete nyúl testvériség. Utánom ezeket a fickókat. De ne ijedj meg. A nevem Gemini. Majd később beszélünk, amikor biztonságban leszünk. Na most már amúgy megjavította Sophia a Gemini-t. Úgyhogy nem akadozik a hangja. Arra leszek kíváncsi, hogy a kar az hogy töltődik. Tehát most ugye ott van egy kis csík, és ez ugye elhasználódott így, hogy magamhoz rántottam. Hát úgy néz ki, hogy nem öléssel. Aha, tehát még fekvőt is magamhoz tudok rántani. Csillagtöredék.
Szia. Na, ez volt egy fegyvertörés. Milyen mocskos lett a karakter. Azért azon pulvány rendszeresen a gazdagok sora. Kicsens butikokat és üzleteket akartál? Akkor nincs jobb hely. De ez már régen volt. A bábjátékos őrület előtt. Szevasz, Krapa. Igen, igen, ügyesebb voltál. Az első bossnál. Na gyere! Na gyere! Hát ez nem jött össze. Na gyere! Na! Köszi, köszi! Szevasz, Féra Karcoló! Szia, Aquila! Üdv mindenkinek! Aha, ez ráz. Gizsgudya! Gizsgudya! Gyere, gizsgudya! Ne! Nézd meg! Nincs meglőnek! Hát ez jó volt. Remélem van mimik is. Lada F-150-es váz. Ó! Sunyi. Azt a rohadt. Durván levették a HP-mat. Gemini vészhelyzeti védelem. Balra, jobbra, balra, jobbra. Fűrészfogaskerék. Ó, oh, ez meg egy shortcut. Hello. Na gyere. Hát ez jó volt. Mindjárt meghalunk itt. Hát ez... szerencse. Tisztító ampulla, státusz betegségek eltávolítására.
Hát ez... Ez most itt nagy mázli volt. Ez most itt hatalmas mázli volt, hogy nem haltunk meg. Jó. Hát hílelni most nem tudunk. Hátsó halálos támadás. De jó. Ja, és még lőnek is. Ha ez ugye mind nem lenne elég. De ki és honnan? Ó, szia! Az jó. Hát... Ha... Átlag. Átlag, te sunyi. Éles cső. Hát itt van egy feljáró. Szerintem érdemes lenne lemenni. Max, meghalunk. Mi baj történhet? Rejtett holdkő. Ó, akkor ezt csinálja a shortcutunk. Szevasz, Bambi. Aha. Jó, itt csak át kell szaladni. Te is most szeded le? Na, jó szórakozást akkor hozzá. Gemini vagyok, a barátságos bábú vezető. Vagy barátságos vezető bábú? Valamelyik. Én is Sophia barátja vagyok. Amikor utoljára felébredtem, Sophia ott volt, mert ő ébresztett fel. Biztos vagyok benne, hogy vannak még más emlékek is. Bocsánat, biztos a sok miatt. Legyetek türelemmel, és én mindent megteszek, hogy eligazítsalak téged. Ja, és X-el mehetünk a hotelbe. Jó. Szia, Dombrady. Igen, ez a Pinocchio-s game. Szóval a fegyver upgrade. Ó. Ja, és akkor ide már kettő rejtett holdkő kell. De mindkiderül csak egy Bloodborne klón.
I'll use my power to help you. Hát így ahhoz hasonlít a legjobban. Szóval... sebzés növelés jöhet. Már tudjuk, merre kell menni. Megpróbálunk oda elszaladni. Itt az első shortcut, itt balra. Na basszus. Ez egy kéményseprő volt amúgy. Hello. Hello. Na. Most ez mit csata? Na azért. Na basszus, ez mi volt? A sunyi mindenit. Majdnem megsokkolt. Gyere, gyere! Pedig jó. Ó, lett volna olyan elektromos erősítőm, hogyha figyelek. Azt hittem, hogy ez elhasználódik. Na de jó. Szépen lassan, óvatosan, egyesével. Aztán utána mehet a gyűjtögetés. Köszi a gránátot. Ja, értem. Hát ez jó. Júj, basszus. Jó, szerencsére nem tudnak létrát használni.
mellé. Gyere. Remélem tud valamivel többet vagy jobbat. Mármint ez a game. És hogyha nem tud. Ó, egy kedves lény. Hogy nem csak egy klón, hanem kitaláltak valamit. De hogyha nem tud többet, akkor mi van? Az probléma. Na basszus. Amíg ellenség van közelben, addig nem lehet Stargazert javítani. Hát ott még lett volna mit körülnézni, mármint hogy lett volna még mit megnézni. Az jó. Hát hello, nem is tudtam, hogy itt él valaki. Hogy én itt valaki. Tudom, mire gondolsz, de én nem vagyok betörő. Csak egy elhagyatott házba húzom meg magam egy időre. Ne aggódj, nem fogok bajt okozni. Nekünk túlélőknek vigyázzunk kell egymásra. Csak hogy tudd, ezt nem loptam el. Ja, de hát ez egy fogyóeszköz, szóval valahonnan lootoltam egy ilyen elektromos blitz csiszolóanyagot. Elektromos tekercs, botfej és foggantyú. Egy új fegyver. Ez
szóval valami lift féle. De nézzük, tudunk-e visszafele menni. Életamulett. Hagyott emberlevelem. Az én Louisom és Charlotteom. Az én kincsem. Nem hallok semmit. Szerintem az utcák már halottak. Semmi más, csak csend. Feltételezem, hogy hamarosan én is csak egy újabb megkövült hulla leszek. Erről jut eszembe. Kicsit feljebb rakom a klímát. Hogy én is megkövült hulla legyek. Én amúgy most látom, hogy takarom a szöveget. A feljebb, a lejjebb, vagy tényleg nagyobb hőmérsékletre? Hát feljebb, hogy ne hűtsön annyira. Még mindig emlékszem. Az ének hangot hangja, és Charlotte látványa, amint képes könyveket nézeget. Hiányzik minden. A legjobb dolog, amit életembe tettem, az volt, hogy elküldelek téged és Charlotte-ot a katedrálisba, hogy menedéket kapjatok. Bárcsak vége lenne ennek a rémálomnak. Bárcsak te és a gyerekek visszajöhetnének. De azt hiszem, ez most már lehetetlen. Szeretlek, Louise. Imádkozom, hogy ott biztonságban legyetek. És kaptam egy imótot. Az emlékezés imótját. A veszteséggel szemben néha még egy szent szavai se tudnak vigaszt nyújtani. Na nézzük. Az élet ösztönös velere járója, hogy a szépséget akarjuk megmutatni. Egyesek számára még az egyszerű ajándékok is elég szépek. Leülés, földellenőrzés. Na nézzük a ruhák mutogatását, és ha már ruha, akkor nézzük itt a légiós kar tudom módosítani, amulettet. Egy amulett, amely egy olyan bábúra lehet felszerelni, amelyet egy bábúra lehet felszerelni. A mozgás szempontjából hasznos információkat és emlékeket a szimbólumra lehet nyomni, hogy különleges erőket vonhassunk ki belőle. A legkisebb pislogás is elég ahhoz, hogy a bábú megmozduljon. A bábuknak nincs életük, de ahhoz elég, hogy megmozgassuk őket. Max HP növelés. Na, tehát most a max HP-nk az 379, és hogyha berakjuk ezt az amulettet, mi? Ez akkor most aktív? Ez akkor most valószínűleg aktív, nem? Gondolom én. Volt valami tooltip, amikor az amulettet írta, de hogy mi? Ja, látom. Jó, most már aktív.
Hát másodlagos fegyverünk. Védelmi alkatrész. Fizikai csökkentés, fizikai sebzés csökkentési aránya. És itt van még egy váz. Fizikai sérüléseket képes elnyelni. Ezeket cserélni lehet. Nagyobb súly, nagyobb védelem. Átalakító patron és bélés test. Egy kifinomult és méltóságteljes bentlakásos iskola egyenruhája. Hoppá! Na! Egy pillanat, srácok, elugrok mosdóba. Nem szoktam, de most így ma is el kellett mennem, meg ma is el kell mennem, meg tegnap is el kellett. Nem tudom, ez most miért van. Pillanat. Rere. Üdvözlöm mindenkinek. Na. Tetszik ez az új set. Igen, itt jöttünk föl. Az gírnyó.
és még inivalót is hozok, mert kicsit émelyeg a gyomrom. Bocsász. Reggel a szokásos pirítós mellé. Most ettem új hagymát is. De most valahogy nem volt jó a csillagok állása, mert olyan szinten rosszul vagyok. Segít a másnaposságon. Nagyon másnapos lettem a... Mitől is? A Diablótól. Jó, itt nem maradt semmi. Hú. Jaja, ki hogy bulizik? Na, hát úgy néz ki, srácok, hogy ezt a részt most már így átnéztük. Úgyhogy nem maradt itt semmi. Sajnos nem tudtam annyit rácsapni, hogy teljesen visszaállítsuk a HP-nkat. Ja, gondoltam. Vagy olvasunk. Ja. Akkor nem olvasunk.
Szávasz, Gényó. Gondolom azért hogy ez a Steel Risingre, mert hasonló a ez a ilyen valami punk, valami punk a stílus, csak nem jut eszembe melyik punk. Az steampunk. Visszatérünk később erre a játékra. Most egyelőre itt hagyjuk abban. De elég szarul érzem magam. Lehet, hogy amúgy ez a szokásos játékoknál való rosszulét, de lehet, hogy a reggeli a hibás. Teljesen rosszul vagy, hogy van a gyomrom. Amit eddig láttam a játékból, az szimpatikus. Kicsit ilyen indie Bloodborne-nak tűnik. Ilyen mázzal, festéssel. De így hangulatban teljesen ott van. Úgyhogy egyelőre adja, remélem, hogy nektek is. És mondom, ehhez még visszatérünk. Végigjátszást nem ígérek, viszont ez még kevés, amennyit most így belenéztünk, hogy így tudjak róla érdemben mondani valamit.